Jászberény központjában összességében 1 milliárd 53 millió forint összköltséggel hajtottak végre felújításokat az elmúlt években a Zöld Város kialakítása program részeként. A támogatási kérelmet 2016-ban még az előző önkormányzat nyújtotta be, majd később meg is kezdődött a munka. A programot pedig a jelenlegi önkormányzat fejezte be. A projekt záró konferenciáját június 22-én délelőtt tartották a Dériné rendezvényházban. Köszönetet is szeretnék mondani mindenkinek, aki ebben a projektben részt vett, aki azt elindította is, aki abban bármilyen módon tevékenyen szolgálta a város érdekeit. Azt gondolom, hogy ezek a beruházások, lásd főtér, vagy akár a piac felújítása, minden kommentárnál többet mondanak, és minden nehézség ellenére azt gondolom, hogy a város javát szolgálták ezek a beruházások. A program 2017-ben nyert támogatást. A projektet 2017-ben támogatásra érdemesnek ítélték, és bruttó 782 millió 800 ezer forintos támogatásban részesült. Ezt követték a terveztetési munkálatok, illetve majd a közbeszerzés, illetve a kivitelezés. A kivitelezési munkálatok eredményeként a Lehel vezértéren megújult a járda és a zöld felület a Szervíz útig, a Holló András utca és a Dériné utca közötti szakaszon. A Holló András utcát teljes egészében felújították, ahogy teljesen új burkolatot kapott a Dériné utca a Jászkürt fogadó sarkáig, és új parkolót alakítottak ki a Fürdő utcában is. Ehhez a programhoz tartozott a polgármesteri hivatal udvarának felújítása, illetve megnyitása a Zirzel Janka utca felé, amelynek egy szakasza szintén megújult. A munkálatok egyik leglátványosabb eleme a városi piaszcsarnok rekonstrukciója volt. A felújítás sorozat kapcsán mind a kivitelező Penta Kft. Képviselője, mind pedig a műszaki ellenőrzést végző Utiber Kft. Képviselője az érintettek eredményes és sikeres együttműködésének tapasztalatát emelte ki. Azt szeretném kérni a döntéshozókat, hogy amikor a források odaítéléséről döntenek, szíveskedjenek figyelembe venni ezt a sok-sok többlet feladatot, és társaságunkat segítsék, hogy el tudjuk végezni a munkánkat egyre jobban. A már elkészült fejlesztések üzemeltetési tapasztalatait összegezve Kalics József megjegyezte, hogy a plusz feladatok megnyugtató ellátásához a későbbiekben szükség volna technikai eszközfejlesztésre, illetve további munkaerő felvételére is. A Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Borbás Zoltán a megyei közgyűlés alelnökeként kiemelte, hogy Jász-Nagykun Szolnok megye legnagyobb támogatott beruházásai között szerepel az önkormányzati ciklusokon átívelő fejlesztés megvalósítása, és egyeztetések zajlanak újabbak indításáról is. Egymásra épülő projekteket tervez a város, ennek külön is örülök, hiszen nem megkezdett projekteknek a folytatása, hanem egyes lezárt projekteknek az újbóli ötletekkel való gazdagítása jelenti a jövőt a városnak. Ebben minden szempontból egyetértünk, ezeknek a kimunkálása zajlik most. Több pályázati lehetőség is lesz, hiszen a TOP-on kívül a gazdaságfejlesztési projektek keretében a kreatív régió is nyújt lehetőséget a Jászság fővárosának. Ezeknek a részletes kimunkálása zajlik most. A program lezárásához a plusz munkák finanszírozására mintegy 60 millió forint plusz támogatást is nyert a város. Valóban voltak nehézségek, ahogy fogalmaztam, volt néhány kanyar, amelyeket sikerült kiegyenesítenünk, de ez nem ment volna együttműködés nélkül. És szintén, ahogy elhangzott ezen a mai rendezvényen, a megyei közgyűlés alelnökétől, hogy mind a korábbi, mind a mostani városvezetésnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a projekt ilyen sikeres lehetett. És én bízom benne, ez egy tanulság jövőre nézve is, hogy egy ilyen fajta együttműködéssel, egy közös gondolkodással sikerre vihetünk több hasonló projektet, hiszen ez a lényeg, hogy a város érdekében dolgozzunk együtt minden nehézség ellenére. A polgármester hozzátette, a városfejlesztés következő nagyobb lépése, szintén pályázati támogatás segítségével, a vasútállomás környezetének és a Rákóczi út egy részének rendbetétele lesz Jászberényben.